George és Angie Marino a kezdetekben eldöntötte, hogy függetlenül a bevételüktől és a pénztárcájuktól az adakozás elsődleges lesz a számukra. Ez megpróbáltatott, amikor Angie otthon maradt főállású anyaként második gyermekük születését követően. George másodállást vállalt. Azt terveztük, hogy az első év csak próba lesz otthon a két fiúval. De a költségvetésüknek ez megerőltető volt, és a család nyomás alá került. A férjem azt mondta, hiába dolgozik olyan sok túlórában, semmit sem tudunk felmutatni. Már minden területen lefaragtak a kiadásból, kivéve egyet. Nem fogom feladni az adakozást, de látnom kell, hogy cselekszel. George-ot bátorította Isten, hogy többet adjon, így elhatározta, hogy kipróbálja 4 hónapig. Éreztem, hogy az Úr azt akarja, hogy próbáljam meg őt ebben. 3 hónapig hűségesen adtak. A 4. hónapban nem adakoztunk. Az elmémén ezek a gondolatok voltak. A 4. alkalommal nem adtatok. Próbára tettetek, de 4 hónapról volt szó, és ti csak 3-ban adtatok. Mondtam George-nak, hogy folytatnunk kell az adakozást. Megkönnyebbültem, mert megtettük, amit megfogadtunk. Betöltöttük a részünket. 2 nap telt el, de semmi sem történt. Emlékszem, hazajöttem a munkából, és a szobába mentem imádkozni. Ez egy tényleg mély pillanat volt számomra, mert úgy éreztem, hogy az Úr nem válaszolt. Angie lépett a szobába, egy levél jött a postával. Azt mondta, drágám, nézd, én meg csak kérdeztem, hogy mi ez? Nem tudtam elhinni, amit láttam. A levélben 2 csekk volt, egyenként 10 000 dollárról egy rokonuktól. Isten megfogott. Újra megjelent. Marinoék hűségesen folytatják az adakozást. George-ot már 3-szor előléptették 3 év alatt, Angie pedig egy sikeres részidős üzletet kezdett, gyerekeket tanít 2 nyelven művészetre. Pont annyit keres, mint a korábbi teljes idős tanítással. Ez valóban a hitnek az útja. Az Úr támogatása biztos és igaz. Ő hűséges. Ő beváltja a reményeket. Isten beváltja a reményeket.